Mai vendégemet 6 éves korában olyan tragédia érte, ami az egész életére rányomja a bélyegét. Zámbó Jimmy legkisebb fia ritkán beszél arról, hogy milyen nehézségeken kellett átmennie neki és a családjának. Most kivételtesz. Ismerkedjünk meg Zámbó Adriánnal. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez itt a Leventeklubja. Azonnal kezdünk. Hello Adrián, üdv a klubban! Szia, 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 üdvözöllek! Ugye te vagy Zámbó Jimmy, Zámbó Imre legkisebb fia, nagyon keveset szerepeltél a médiában, tehát a te történeted az nem annyira ismert, sem az édesapád előtti, majd nagyon kis gyerek voltál még, amikor történt a tragédia, sem ugye az utána lévő időszak. Picit beszéljünk róla, hogy mivé is lettél. Jelenleg a, hát a TV2-nél dolgozom, mm. mint technikus operatőr, Próbáltam, azon, azon gondolkodtam, hogy most kimondjam-e ezt, hogy ott dolgozom, vagy pedig fogalmazom úgy, hogy az egyik legnagyobb kereskedelmi csatornánál, Én ami itt, nem az RTL, Itt bármit kimondhatsz. Ki nem, egészen, jó, jó, jó. egészen nyugodtan. Nem, káromkodni is egészen nyugodtan. Nem az a fajta vagyok, <laughs> jó, van, okay. igyekszem, igyekszem úgy beszélni, hogy ez elfogadható legyen. Ö, ott dolgozom, mint technikus operatőr, a kamera másik oldalán. Én nagyon élvezem egyébként, mert tele van, tele van. hogy mondjam, van egy, van egy bája annak, hogy hogy változatos. Uh -huh. hogy, hogy változatosan lehet dolgozni, és, és a kreativitásomat ebben én abszolút maximálisan ki tudom élni. Ami uh -huh. jó, mert ugye művéssárból származom, úgyhogy ez a kézenfekvő. hogy nem fotózás, hogyha így a kép meg a, meg a megvalósításnak meg komponálja? Nagyon, nagyon jó a kérdés. Nagyon jó a kérdés, kezded hogy hobbi fotós vagyok mellette. Aha. Úgyhogy ráéreztél erre a dologra, Ö, nagyon szeretem. Én leginkább portrékat szeretek csinálni. Ö, azt gondolom, hogy, 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 az az, ami tényleg én vagyok, és a jövőben is ezzel akarok majd foglalkozni. Meg hát jól lehet vele csajózni, nem? <laughs> <laughs> Jó lehet vele csajozni. Nincs ezzel probléma. Nincs ezzel probléma. Oké, figyelj, a zámbó vezetéknév az inkább előny vagy hátrány az életedben. Tehát, hogy, hogy um, azt mondják, hogy gyere, Jimmy a pajtársok vagyunk, minden oké, imádtuk apád dalait, vagy pedig azt mondják, hogy hú-hú, zámbó névvel lehet, hogy nem annyira egyszerű fiúval lesz dolgunk. Ez egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. Úgy tudom megválasztani, tehát a saját tapasztalataim alapján tudom megválaszolni ezt a kérdést, mégpedig azt mondanám, hogy semmiféleképpen sem könnyebb az élet így. Tehát én úgy nőttem fel, hogy dolgoztam gyárban, dolgoztam raktárban, dolgoztam vendéglátásban, én minden, minden, minden kétkezű munkát végeztem rengetegszer. Tehát az emberek azt gondolják, hogy azért, mert zámbók vagyunk, és az édesapánk zámbó Jimmy volt, hogy, hogy, hogy mi minden, mindenhez zöld utat kapunk. Ez egyáltalán nem igaz. Én, amit elértem karrier szempontjából jelenleg, az csak is önerőből magamnak köszönhetem, nem a nevem miatt. Uh -huh. Könnyebség, maximum az emberi kapcsolatok kialakítása miatt lehet. De ez kettős, mert, mert az én életemben is voltak olyan emberek, akik akiknek nem kellett volna, mert mondjuk kihasználtak, vagy nem, nem. Tehát, hogy megbíztam bennük, de, de kár volt. Tehát ezzel nagyon vigyázni kell nekünk. De kihasználtak miben? Pénzben? Vagy abban, hogy akkor a Jimmy fiával vagy haverkodok, és jó? Például abban... igen, de én már azt is kihasználásnak nevezem, hogyha valaki visszaél a bizalmammal. Tehát az mindenkinek megvan, nem? Az nem kell Az mindenkinek megvan, így van, azért nem kell lenni, de ugye, amit te, az előtte is mondtál, hogy hogy sokan próbáltak anyagi hasznot húzni belőlem egy időben, vagy sikerült, vagy nem, azért én se vagyok naív. Üm, igyekszem az ilyen emberektől most már távol tartani, tartani magam évek óta. A zenei tehetség az nem öröklődött? Én úgy fogalmaznék, hogy a zene iránti szenvedély öröklődött. Üm, itt most megint csak magamról tudok beszélni, nálam ez nem köszön vissza olyan módon, hogy énekelni szeretnék, vagy bármilyen hangszeren megtanulni, játszani. vannak ilyen ambícióim, hogy majd mondjuk gitáron vagy, vagy zongorán megtanulok játszani. Mert jól lehet csajozni is. Mint Mert, mert. jól lehet csajozni. Mindig a csajozásom hát vagy. Nyilván, mindig a csajozásom vagy. És fontos, de nem erről szól az élet. Ezt az, <coughs> az, az, az fiaként jó hallani, hogy ezt mondod. Mert apukád azért faltal őket. Hát igen, de én nem ő vagyok. Ezt erre szoktam mondani, hogy fontosak a nők egy férfi életében, de hát azért vannak más dolgok is, amik fontosak. Ö... Szóval zene? Szóval zene. Én, én, Vannak ilyen ambícióim a jövőre tekintve, hogy majd megtanulok ilyen-olyan hangszeren játszani, de azt, azt kétlem, hogy ezt majd publikálni fogom. Én inkább csak magamban otthon énekelni és például nagyon szeretek, az emberre válogatja, hogy hogy a megítélése ennek milyen, de de, de én ezt megőrizném magamnak. Mm -hmm. Tényleg, ha már csajózás, meg zene, te édesapád dalainak a szövegével tudsz azonosulni? Ugye jó az, hogy mindennek megbocsájt egy tipikus ilyen mostanában felhányt torgatott dal, ami ugye pont ebben a MeToo vonalban nem annyira szerencsésen hangzik. Te ezzel egyetértesz, vagy pedig, vagy pedig, azt gondolt, hogy egy kicsit túlkapás volt, vagy máshogy gondolta a világot, mint ahogy annak működnie kéne? Nem, szerintem, szerintem itt az emberek részéről van túlkapás. Tehát, hogy az, hogy most egy PC világot élünk, ezzel nem feltétlenül van probléma. Az, hogy édesapám ezt a zenét és ezt a dalszöveg hogy gondolta, és hogy ez hogy csapódik le, azt szerintem két különböző dolog. Hmm. Tehát, hogy uh, itt nem feltétlenül fekete-fehéren kell látni ezt az egészet, és nem arra kell gondolni, hogy egy férfi bármit megtelt a nővel, és hogy szereti a nő a férfit, akkor meg fog mert ez nyilván nem helyén való, tehát ez nem helytálló kifejezés. Édesapám sem élt így soha. Hmm. Oké, okay. volt uh, ugye egy sorozata az RTL gyártásában a király címmel, uh, ez nemrég ment le a televízióban is, tehát egy viszonylag friss emlék lehet mindenkinek. A sorozat uh, elejére azt írják ki, hogy igazságok és hazugságok alapján készült. Én láttam, és egyébként szerettem is, mert szerintem egy nagyon igényes uh, alkotás, viszont nagyon nehéz elválasztani uh, az igazságtól azt, amit ott uh, lehetett látni. Ezzel kapcsolatban is lenne majd néhány kérdésem. Rögtön a, az első az lenne, hogy a... Sorozatban úgy tűnik, hogy a családotok már nagyon régen elkezdett széthúzni, és pont édesanyád személye miatt történt ez, hogyha jól vettem ki a, a sorozatból. Ez valóban így van? Tehát a ti családotok már a tragédia előtt is széthúzó volt? Nem tartották annyira kapcsolatot, ment egymásra a fújjogás, vagy pedig ez... Csak nem, ez a rész ez a abszolút nem így történt, és nem is, nem is így volt. Mi egy nagyon összetartó család voltunk, tehát amíg apu élt, addig évente, mindig, amikor karácsony volt, meg minden egyes nagyobb ünnepnél az egész család összegyűlt, és akkor el voltunk. De szerintem ez tök egészséges volt. Aztán, amikor apu meghaltott, nyilván a külső, külső körülmények között, vagy a külső, külső körülmények miatt is, meg, meg egyéb média általi behatások miatt, ott igen egy picit a szétszélettünk, de de én már ezt megszoktam. Tehát, mm. hogy, hogy én már ebből nem csinálok lelkiismereti kérdést. Mm. Mindenki ott van, és akkor, ahol, ahol kell lennie. Mm. és sorozat kapcsán azért a család másik fele, a Mariettáék elég hangosan tiltakoztak, és elég hangosan szóvá tették, hogy édesapád személyét nem úgy mutatják be ebben a sorozatban, mint ahogy egyébként ő a valóságban létezett. Anyukád, és egyébként ti, a, a kettő fiú, akit ugye tőle Tőle kapott a világ. Picikét csendben vagytok ezzel kapcsolatban. Mi azokat, tehát hogy ti úgy látjátok, hogy valós karaktert mutattak be, vagy pedig csak nem akartok egyszerűen a média középpontjában szerepelni? Nem, hát attól, hogy nem adunk a felháborodásunknak hangot, az nem azt jelenti, hogy egyetértünk vele. Tehát, hogy mi tisztában vagyunk azzal, hogy milyen volt a és, és, és nem ilyen volt. Azt gondolom, hogy beszéltünk erről egyébként, és és szerintem ennek inkább az az oka, hogy csak nem akarjuk magunk előtt gördíteni ezt az egész botrányt, ami e körül van. Tehát, ahogy az előbb is fogalmaztam, mi tisztában vagyunk azzal, hogy milyen volt. És azért én nem gondolom azt, hogy, hogy már csak, hogyha az ember logikusan belegondol egy kívülálló, hogy az ötödik résztől gyakorlatilag csak, a, csak is a negatív tulajdonságait emelték ki. Na most Biztos van olyan ember a Földön. Az ötödik részben vett, tehát jön nagy gyermek. Így van, így van, így van. Ö, és én nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan ember, akinek ilyen lírai, romantikus dalai vannak, de eközben pedig az egész élete egy hazugság és egy, egy agresszióval teli személyiséggel van. Tehát, hogy, 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 annyira, annyira távol áll a kettő egymástól, hogy szerintem egy, egy kívülálló is észreveheti, hogy ez, ez nem, nem a valóság. Nekem... Nyilván itt szempont volt az, hogy dramaturgiailag egy ilyen katarzist érjenek el az emberekbe azzal, hogy, 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 hogy olyan dolgokat rendeztek a sorozaton belül, amik, amik nem feltétlenül pozitívak, de de hát ez egy film, nem a valóság. Nekem úgy tűnt egyébként a sorozatból, hogy azt akarják igazániból elmesélni, hogy neki mennyire nehéz volt összehozni a karriert, tehát mennyi nehézségbe ütközött közben, és hogy ő már az élet korában tulajdonképpen ezt akarta mindenáron megőrizni, ezt a fajta népszerűséget, és minden, ami ezzel szembe ment, hogy tőle ezt el akarják venni, el akarják lehetetleníteni, ez mind-mind benne agressziót szült nyilvánvalóan, és próbált harcosan helytállni a saját életéért. Tehát nekem ez így jött le, nem annyira De most az a beszél, hogy ez nem hiszen. mi a probléma? Semmi, azért hát, mondom, hogy, hogy, hogy nekem nem úgy tűnt, hogy ő ez, egy... Ez még szimpatikus is lehet, ugye? Tehát, hmm. hogyha egy, az ember karakán és küzd az álmaért, és ezért hajlandó bármire, az, az szimpatikus. Ugye hát pont ennek a világát éljük, tehát hogy, 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 felmész a TikTokra vagy bárhova, semmi más nem látsz, csak motivációs videókat, hogy csináld meg, csináld meg, fussál 500 kilométert egy, 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 nap, és hogy le fogsz fogyni. És egyébként ezek tök jók, mert van, hogy én is ebből meritek. De, de, de hogy, hogy ezt ez, ez pedig át... Ö, átkonvertálják egy, egy negatív szerepbe, édesapám szempontjából, ebben nem tudok egyetérteni szerintem ez nem jön le negatívként, vagy nem érzem annak. Tényleg úgy érzem, hogy ő egy oroszlánként küzd a saját családjáért. Mármint a, saját... a sorozatban? Aha, hogy ezt mutat Tehát én, én nem el? érzem, hogy ez az agresszió, ez egy ilyen emberek elleni agresszió lenne csak azért, mert ő egy agresszív ember, hanem inkább egy ilyen védelemként tűnik nekem. Hát figyelj, amikor például az Interpol Fesztiválos jelenet van, és gyakorlatilag elküldi a picsába azt a két ö, molettebb hölgyet a színpadról, azért ezt azt nem gondolom, igen, a padődőt most nem akartam így akik, akiket egyébként ezúton nagyon becsülök és nagyon tisztelek. Tehát azért azt nem gondolom, hogy, hogy ez, ez abba az irányba tereli a nyelvét, amit te mondasz. Vagy ahogy te gondolod, vagy ahogy az emberek gondolják. Milyen emberként él ő a te emlékeidben? Ugye nagyon kicsi voltál, amikor a tragédia történt, tehát hogy tulajdonképpen talán foszlányéd lehetnek az ő személyiségéből, de milyen emberként emlékszel rá vissza? Hát hat éves voltam, amikor elment. Ez furcsa dolog, mert az emberek azt hiszik, hogy, hogy, hogy kevés dologra emlékszem. De azért, hogyha logikusan belegondolsz, akkor hogyha a születésedtől kezdve hat év, hat éved van arra, hogy az egyik legfontosabb emberrel az életedben együtt legyél, és magadba szívd azokat az emlékeket, amik megtörténtek, akkor minden egyes mozzanata, ami, ami, ami ebben a hat évben történt feléd, az, az emlékké válik, uh -huh. és ezek felerősödnek. És bennem ezek nagyon intenzíven, intenzíven megvannak. És ö, így élem az életemet. És most már sajnos ez az egész életemben ezek az emlékek fognak ö, elkísérni, mert én ennyit kaptam. Uh -huh. Tehát nekem, nekem megvan, hogy ő milyen ember volt, és megvan, hogy hogy viszonyult a családjához és hogy hozzám hogy viszonyult. Uh -huh. A sorozatban azért van olyan rész, ahol a a te édesanyáddal a kapcsolatuk viharos, és tulajdonképpen egy ilyen severet nélküled viszony alakul ki közöttük, mert együtt se jó, de külön se jó. Ugye van egy olyan rész is, ahol téged állítólag elrabolt az édesapád azért, hogy az anyukádat visszacsalogassa magához. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, majd erre reagálj, kérlek. Mennyire éreztette a gyerekkorodban, hogy ez tényleg így volt, és severet nélküled volt a kapcsolat, hogy ez a feszültség ez ott van a házban? Én abszolút nem. Uh -huh. a, én olyan harmóniában és szeretetben ö, éltem gyerekként is, ö, aztán egyébként még apám halála után is, hogy azt, azt elmondani, nem tudom, én én azért nagyon állás vagyok. Ez pedig, amit mondtál, hogy elrabolt, ez egy nagyon erős kifejezés. Ez a sztori ez úgy volt, hogy összevesztek, és édesapám elment. Hát ez minden házasságban előfordul, egy kis mosolyszünet volt. És ö, édesanyám éppen a babakocsival tolt, és ö, apu kiszállt az autóból, és kérdezte anyut, hogy elvihet -e engem, mert velem szeretne lenni. Hát mi a szerelmei voltunk, imádott minket, egy napot nem bírt ki nélkülünk. Mm -hmm. És ö, persze anyu belement, beleegyezett, és kiemelt a babakocsiból, és elmentünk, és együtt töltöttünk egy délután. Tehát, hogy ez volt ez a hatalmas bűn, amit elkövetett mm -hmm akkor az, hogy ők néha veszekedtek leginkább talán nőügyek miatt, amennyire ez így köztudott, vagy amennyire a sorozatban is ezt lehetett nem, látni. Nem vagyok benne biztos, hogy leginkább emiatt én nem avatom Szenti Aput. Nyilván elfogult vagyok, mert az édesapám is szeretem. De azért, azért neki is volt egy olyan természete, és egy olyan, olyan voltak olyan viselkedési formája, amik amikor azért hosszú távon lehet, hogy nem voltak szimpatikusak mondjuk anyámnak. És akkor ebből lehet, hogy adódott ott egy kis vita vagy perpatvar. De hát ez szerintem mindenhol így van. Ez, ez még talán azt mondanám, hogy egészséges bizonyos kereteken belül hmm. nyilván. Érdekes egyébként, hogy azt mondják, hogy az ember a szüleit azt két vagy három alkalom ismeri meg az élete folyamán. Gyerekkorában akkor is és akkor felnőtt korában akkor már látja az ő hibáit is ezzel együtt. Neked ez kimarad az életedből valójában? Hát kimarad, de én látom a apunak a hibáit, tehát mm. én tisztában vagyok azzal, hogy nem szent, vagy nem volt szent, de ettől függetlenül muszáj elfogódnak lennem. Hát az édesabám, szeretem, imádom. És azt, amit elért ön erejéből, azt senki ne vegye el tőle, mert ha megpróbálják, akkor én ott leszek, és meg fogom védeni. Aha. Éke, mennyire ápolod az emlékét? Tehát ugye a Krisztián dalokat dolgoz föl tőle például, ugye a család egy ideig tartotta az Ámbó Jimmy emlék gálát, ahol Igen. ugye díjakat adtak át. Te mennyire veszed ki a részed ebből a, a mitosztáplálásból? Én azt gondolom, hogy nagyon. Én azt gondolom, hogy most már lassan erre teszem fel az életemet csak egy teljesen más megvilágításból. Tehát, hogyha nekem a social media miatt megnézed, akkor ott azért javarészt ezek arról szólnak, hogy, hogy édesapámból töltök fel képeket, videókat, az zenét, archív felvételeket rólunk, amikor a, család, a családjával van. Tehát én próbálok nagyon méltóképpen ápolni az emlékét, főleg úgy, hogy most azért sajnos a sorozat az ő nimbuszát ezért egy picit csökkentette, úgyhogy most mindent el fogok tenni, hogy ezt újra úgymond rendbe rakjam, rendbe tegyem, mert azt érzem, hogy képes vagyok rá is, és hogyha valakinek, akkor szerintem nekem ezt meg kell próbálnom. De úgy érzed, hogy a sorozat miatt az ő nimbusza az csorbult, tehát hogy őt keves, kevésbé kedvelik az emberek, vagy másmilyennek ismerték meg, mint amilyen ő valójában hát volt. Hát én a visszajelzések alapján maximálisan azt gondolom, igen. Tehát, hogy azért azt látod, hogy Gyakorlatilag bármilyen platformon, bármi ö, napvilágra kerül a sorozattal kapcsolatban, ott azért a hozzászólásokat olvasd el. Ott azért van vannak érdeklődők. A... alapvetően megosztó személyiség volt életében is, nem? Tehát, hogy voltak akik, voltak, akik sokan akik nagyon szerették, de azért voltak akik őt ekézték meg Igen, át. megosztó személyiség volt, csak amikor mondjuk 150 kommentből 120 arról szólt, hogy ö, hát én nem ilyennek ö, gondoltam, vagy csalódtam, akkor, akkor azért Ilyenkor egy picit az emberbe, hát legalábbis bennem kérdések merülnek fel, hogy most akkor ez így, ez így tényleg rendben van? Oké, okay, még sorozat egy picit. Bocsánat, reagáltatnom kell ezekre a témákra téged, hogy helyre tudjuk tenni a, a, az igazságot a fikciótól elvonatkoztatva. Van olyan rész a sorozatban, ahol apukád fegyvert fog anyukádra. Mit tudsz erről, ez megtörtént? Ez nem történt meg, úgyhogy ezt megcáfolnám. Erről beszéltünk anyuval, Ö, sőt, még a Krisztián is megcáfolta egyébként, a, hogy a közösségi oldalán, hogy ez nem így volt. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ez teljes fikció. Mm. Nem is tudom elképzelni, hogy ilyen, ilyen, ilyen bármikor is megtörténhetett. De hogyha megtörtént volna, arról tudtam volna. A tragédia 23 évvel ezelőtt történt, te akkor 6 éves voltál, viszont a házban tartózkodtál, amikor történt a, a lövés. Hogy emlékszel vissza arra az éjszakára, nyilván a sürgődés kapcsán te biztos felébredtél gyerekként, vagy aludtál te már akkor egyáltalán? Ezt lehet, hogy nem fogod elhinni, de én végig az egészet. Tényleg? Tényleg. Hát én annak idején rengeteg buli volt, ugye hát bulis család voltunk, hogy így fogalmaztam, és én nagyon szerettem pont a legnagyobb dajdaj -daj közben aludni. Hm? Nem tudom, engem valahogy megnyugtatott, hogy emberek vannak körülöttem, vigyáznak rám, olyan nem nagy baj nem. Nem a szörnyek az ágyalól. a búsok, igen. <laughs> Uh, és én végig aludtam az egészet Nagyon durva, de tényleg És én arra lettem figyelmes, hogy reggel felkelek És uh, A nappaliban Egy bőrfotelben, egyébként ez a bőrfotel még mindig megvan Látom, hogy Mindenki ott ül De hogy azért éreztem, hogy valami nem stimmel Tehát olyan nagyon letargikus hangulat volt És akkor Nézek, hogy most mi van Vagy, vagy mi a baj, hát itt tegnap még buli volt uh -huh. És akkor Hol van apu? És akkor anyu azt mondta, hogy nagyon fájta a feje, be kellett vinni a kórházba. Mondom, jó, hát most nyilván aggódtam, de gyerek, ebből mit, mit, mit fog fel? Tehát, hogy megfordultam és mentem játszani. Mm. És aztán, hát aztán nyilván egyre több idő eltelt, és akkor anyu mondta, azt hiszem másnak, vagy nem is emlékszem erre, erre pontosan nem emlékszem, hogy hát apu nem fog hazajönni, mert hogy felment a országba. Hát nem is tudtam, hogy. Hogy, hogy ez hogy működik, vagy hogy mi ez. Hát a halálát akkor ebben nem találkoztál még. Nem, abszolút. Hát egy hat éves gyerek, hát ez csak az élet is, és, és a boldogság, és a játék, és a stb. Ö, és akkor, akkor így, így, így tudtam meg igazából, hogy. De hát még akkor sem, tehát, hogy nem tudatosul ez az emberbe azért olyan hamar. Tehát akkor úgy voltam hogy oké, okay, nincs itt, nagyon fáj, nagyon rossz, de fenn van a mennyországba, felment, és ott, ott, ott neki jó. És nekem volt egy kis telefonom, amit anyu adott, és azt mondta anyu, hogy ha bármikor hiányzik apu, akkor ezen a telefonon fel tudod hívni. Uh -huh. És úgy tettem, mintha telefonálnék, és igazából gondolom a saját gondolataimat ö, vetítettem ki, de olyan volt, mintha beszélnék vele. És egyébként használt, hat, hatásos volt. Uh -huh. Én sokat köszönhetek annak a telefonnak, most a szűnye hangzik, de így van. Uh -huh. És um, igazából a következő kép már csak az, hogy a, a ravatalózónál ott ráborulok a síra, és örüljönök, meg sírok, mint egy, mint egy idióta. Uh -huh. Ez nehéz volt. Az a média felhajtás, amit ami ezt tövezte, ezt a tragédiát, ez benned milyen nyomot hagyott? Tehát, hogy te ezt láttad, hallottad, érzékelted, vagy megvédtek ettől téged? Hát anyu maximálisan megvédett mindig is ettől. Sőt, egy időben talán mondtam is neki, hogy túlzottam. Mert már mikor 20-as éveim elején voltam, már akkor, még akkor sem engedett. Tehát, hogyha bárki is interjút akart velem csinálni, akkor nem engedte. Amiért amúgy most már hálás vagyok neki, mert nem voltam azon az érettségi szinten, hogy bármi ilyesmit bevállaljak, most már tudom. Ö... Hát nézd! Azért ez a médiafelhajtás, ami övezett bennünket akkor, vagy ö, ö, körülöttünk volt, az azt nem kívánom senkinek. Tehát, hogy ott anyu minden volt csak urinő nem. Tehát, hogy ott. Ö, ráhaggatták a gyilkos titulust és, és minden, amit el tudsz képzelni. Hát édesanyám nyolc év alatt tíz újsággal ö, ment perbe, és mind a tizet meg is nyerte. Hát, hogy az egy nagyon-nagyon nagyon nehéz időszak volt, főleg neki. Uh -huh. Ugye ezt te hoztad most fel, ezt a gyilkos jelzőt, ugye ez elég aktívan jelen volt akkor a médiában, tehát sok gyanúsítgatást kapott anyukád azzal kapcsolatban, hogy a lövést ő adta le valójában, és nem apukád egy félre sikerült lövése volt. Ugye egy idő után a Huli Éva nevű családi barát is ezt mondogatta tévinterjúkban. Hogyan tudtátok ti ezt feldolgozni? Illetve te ebből tapasztaltál-e bármit mondjuk a gyerekközösségben, hogy még elkezdtek csúfolni, hogy anyukád egy gyilkos, megölt apukádat, bármi, ami ezzel kapcsolatban így mm. történhet? Mm. Na most akkor kezdjük a Huli Évával szerintem. A Huli Éva az egy, az egy olyan beteges rajongója volt édesapámnak, aki minden egyes színpadi megjelenésénél az első sorban üvöltött, és egy hatalmas sárga csokorral köszöntötte aput. Egyébként, ez csak egy kis kitekintés, hogy innen jött az a legenda, hogy apunak a sárga rózsa a kedvence, hogyha elmész akár egy halottak napján, vagy a születés napján a temetőbe, akkor csak sárga rózsát látsz a síron. Ez nem igaz amúgy, mert a vörös volt. A sárga az irítség színe egyébként is, <laughs> Egyébként is, igen, 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 Nem túl jó jelző. egyébként meg neki volt egy férje, Janinak hívták, és igazából ő volt az, aki tapu nagyon szeretett, mert egy nagyon jó ember volt. És ők ketten ö, járkáltak át hozzánk, ugye apuhoz meg anyuhoz, és estéket töltöttek együtt, beszélgettek, stb. stb. És amikor a Jani meghalt, akkor ö, hát most csúnya szóval fogok fogalmazni, de úgymond az Éva ránk maradt. Mm. Nyilván nem lett volna fel, akkor apunak azt mondania neki abban az élethelyzetben és ilyen tragikus események után, hogy köszönjük szépen, már nem vagy itt, ö, kívánatos vendég, de, de én tudok olyanról, és azt anyu is mondta, hogy volt nem egyszer, nem kétszer, amikor, amikor, amikor teljesen váratlanul kopogott be hozzánk, és úgy jött át a búhoz. Tehát, hogy azért már a Jani halála után ők már nem voltak azért olyan szoros viszonyban. A... Hát figyeljé, egyébként én ugye beszéltük az előbb is, hogy hat éves voltam, és én nem sokkal a halála után kezdtem el az általános iskolát. Tehát nekem az az időszak nagyon nehéz volt, mert mert azt tudni kell, hogy a gyerekek a legőszintébbek. És a legkegyetlenebbek. És a legkegyetlen, éppen ezért, Így van, így van, ezt akartam mondani, hogy a legkegyetlenebbek éppen ezért. Nem értettem, hogy engem. Természetesen nagyon sok bántást kaptam. Most azt nem tudom, hogy a gyerekek a saját gondolatait tolmácsolták, vagy inkább a, a, a saját szüleik által ö, otthon mondott ö, dolgokat, de, de abszolút abszolút nem értettem, hogy hogy miért bántanak engem, mikor, mikor édesapám az egy jó ember volt, és értéket teremtett, és. és ö, és hogy akkor miért én kapom a bántást a körülöttem lévő gyerekektől. Aztán ez igazából általános is sótagozatára volt jellemző, és akkor utána én megtanultam kiállni magamért, és, és kiállni a nevemért, és a családomért, úgyhogy azóta hál' Istennek semmilyen konfliktusom nem volt. Nyilván nehéz azért is, mert egyrészt apukád kapcsán bántanak, másrészt anyukáddal bántanak, hogyha azt mondják gyerekként, hogy ő csinálta ezt meg. Tehát nyilván ez egy ilyen Kézzed két le, oldal... olyan nem volt. Nem? Tényleg? Nem, nem. nem inkább apuval. Inkább apu, apuval kapcsolatban. Hát meg a halálával kapcsolatban és a halálának a körülményével kapcsolatban kaptam cifrábbnál cifrább megjegyzéseket. Mm -hmm. Ugye ezt beszéltük, hogy 23 éve történt a tragédia. Um, és a hírek szerint maga az akta, hogy mi történt ott azon az éjszakán, az 25 évre titkosítva van. Erről te mit tudsz? Hát akkor igazából itt és most ezt meg is cáfolnám, mert semmilyen akta nincs titkosítva. Tényleg? Nincsen. Tehát, hogy ö, ezt az ügyet kétszer vizsgálták ki, hivatalosan, amikor a apám meghalt, illetve 5 évvel utána, mert egy ilyen valami külső bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy valakinek ö, olyan bizonyítékai vannak, amik, amik teljes mértékben megfordítják ezt az egészet. Hát nem lettek, úgyhogy az eredeti felállás alapján zárták le másodszorra is az ügyet. Úgyhogy nincs titkosítva. Maximum, ami miatt... Ö, esetleg édesapám testvérei gondolhatják, hogy titkosítva van, az az, hogy ők nem jutnak hozzá. Uh -huh. Mert ez csak is kizárólag a, a szűk családi körhöz ö köthető. De ettől nincsen titkosítva. Most, hogyha ha Jakab Jakab oda megy a rendőrségre, és ezt az aktát el szeretnék kérni, nem fogják odaadni neki. Semmilyen aktát nem fogják odaadni. Tehát, hogy alapvetően minden ilyen titkosítva van. De mi tudatosan nem takargatunk semmit, és nem is takargattunk eddig se, soha. Úgy érzed? Abszolút. Uh -huh. Mm nekem azt tűnik így kívülről, hogy ugye anyukád nem beszélt uh, soha, szerintem utána a tragédia után nem nyilatkozott senkinek. De hogy nem. Igen? Dehogy nem. Hát, hogyha csak annyit kell tenned, hogy felmész és beírott, hogy Zámbó Edit, és, és uh, rengetegszer magyarázkodott, és elmondta szórul szóra, hogy mi történt. Egyébként a legfrissebb az pont egy 10 hát, egy tíz éves, tizenegy 12 éves ilyen reggeli mokka megszólalás, még a Szeba is ott volt. Mm. És elmond, és minden elmond, és ettől függetlenül ugyanúgy az emberek kérdezik, hogy mi történt, mi történt, pedig mind ott van, az, az igazság ott van a szemük előtt. El lett mondva ezerszer. Hát ezer egyszerre most már nem fogod elmondani. De akkor mi táplálhatja a legendát a, a testvérek kételkedése, <laughs> vagy, vagy mi az, ami szerint ez így még Szerintem nem, szerintem, szerintem ez, ez, egy ilyen társadalmi dolog, hogy az emberek szeretnek. Ö, Szeretnek olyan dolgokon rágódni, amik, amik ilyen megfoghatatlanok. Tehát, hogy ez ilyen misztikumokat nagyon szeretik. És összeesküvés elméleteket gyártanak, és igazából a média ennek teret ad. Így, így azt gondolom, hogy, hogy nem nehéz kifornia magát ennek. Sajnos. Édesapádat körüllengte egyfajta ilyen őrült rajongás, tehát, hogy ö, volt, aki öngyilkos lett a, a dalai hatására, és hasonlók, ugye ő szerepel a, a, a sorozatban is ez a, ez a lány. Igen. Nem féltél soha ettől a fajta ilyen megszállott rajongástól, vagy édesanyád nem féltett ettől téged, mint kisgyereket? Vagy esetleg elrabolnak, vagy bármi. Nem, nem, halad? nem. Azt nem tudom, hogy féltette. Biztos, hogy volt benne ilyen ö, édesapám halála után. De ami... Ami hatással volt rám, vagy ami eljutott hozzám, az az, hogy hogy rengetegen még a mai napig jönnek, és ilyen zarándok helyé vált a ház. Tehát, hogy én jön, igen, megállnak az autóval, benéznek, kiszállnak, becsöngetnek, ki kell menni, akkor képet szeretnének velünk készíteni, a házról képet csinálnak, hát ez még mai napig van. De hál' Istennek ez a, ez a, ez a maximum, ami, amit én tapasztaltam ebből. Szerintem ez nem rossz, én ennek egyébként örülök. Ti egyébként a család másik felével kommunikáltok? Tehát a testvérekkel, Mariettáékkal van kapcsolat? Azért kérdezem, mert ugye teljesen más az ő kommunikáció, mint a tiétek, és úgy is tűnhet, hogy teljesen szétszakadtatok, és egyáltalán nincsen kommunikáció köztetek. Én azt gondolom, hogy ez az ő hibájuk. Én amikor valami nagyobb esemény van születésnap, vagy esküvő, akkor találkozunk, akkor, akkor még azt is lehet mondani, hogy úgy viselkedünk, mint egy normális család, de alapvetően amennyi bántást édesanyám kapott tőlük az elmúlt években, én nem is nagyon szeretnék velük már Ö, olyan igazán bensőséges kapcsolatot ápolni, nem is lenne szerintem erre lehetőség. Egyébként van egy unokanővérem, a keresztapámnak a lánya, ővel nagyon jóban vagyok, amúgy a keresztapámmal is relatív jóba vagyok, tehát, hogy keresztapád árpi. Nincs, árbét. igen, igen, igen. Nincs köztünk harag, de az biztos, hogy nem én fogom megtenni az első lépést. De a bántás az mi volt? Hát az, hogy amikor kellett volna, akkor nem álltak oda anyu elé, hanem erősítették azt a titulust, amivel a édesanyámat, amire, tehát, hogy amit ráaggattak édesanyámra a média, ugye egy gyilkos jelzőt. Nem állt oda senki mellé. Uh -huh. És ezt egyedül kellett végigcsinálnia. csinálnia. És még most is van olyan, hogy azért oda-oda szurkálnak. Például ugye most a sorozattal kapcsolatban, hogy anyu ezt hogy tehette, hogy egyezhetett bele. Ez nem minden fekete fehér, ez nem így működik. Azt, hogy Édesapád nem volt egy könnyű ember, ugye ezt tagadhatatlan ezt valójában. Melyik művész az? De ez neked mikor lett világos? Vagy te ezt gyerekkorodban is érezted már, hogy ő nem egy könnyű ember? Vagy pedig én ez igazából saját magamon, ér, saját magamon érzem, hogy én se vagyok az. Aha. Én se vagyok egy könnyen emészhető figura. ő, ő se volt az, is, anyu azért nagyon sokszor mondja, hogy apámra ütöttem így a, a személyiségemmel ö, kapcsolatban. Mikor vált világossá? ú, figyelj, nem tudom anyu nem csak a jókat mondta el, hanem a rossz tulajdonságait is. Tehát így azért van előttem egy kép, ami arra enged következtetni, hogy jó ember volt, és szeretetteljes ember volt, viszont voltak stikliei. De hát kinek nincsenek? Főleg egy ekkora ilyen magasságukban jutó művészembernek. Hát azért, meg régen más világ volt, azért a nagy öregek tudják. És, és, és ott máshogy működtek a dolgok, és én ezért nem tudom hibáztatni. Mire gondolsz itt, hogy máshogy működtek a dolgok? Hát leginkább arra, hogy, akkor még azért elfogadóbbak voltak az emberek. Szóval ugye az előbb beszéltünk erről a PC világról, akkor azért egy művész szerintem több mindent tehetett, meg több, több tere volt arra, hogy úgy viselkedjen, ahogy viselkedik. Mm. Több teret is kapott, meg több teret is hagytak neki. Ez most vagy jó, vagy rossz, ezt mindenki döntse magának, szerintem ez relatív, de hogy az biztos, hogy más volt akkor. Nem fogták annyira pórázon az embereket. Tehát akkor sokkal szabadabban élhette meg ezt a társágot, mint így van, a így mai van. világban élheti meg az ember. Én, én, én azt gondolom, hogy igen. És ő ezzel élt is. Most sajnos, nem sajnos, ezt is mindenki döntse el magának. Ő így élt. A mulatozás azt törökölted? de mulatozás iránti vágyat? <laughs> Szeretem jól érezni magam. Viszkizel, ezt tudom, azt mondtad. Vizky, igen, viszkizem, viszkizem. Ő is azt itt nem? nem? igen, igen viszki, viszkisek vagyunk. Egyébként nagyjából szerintem a, a, a testvéreimre is igaz ez, uh -huh. hogy, hogy, valahogy mi ezt a füstösebb íz szeretjük. Üm, hát ezt iszuk, is de azért ez nem olyan gyakori, tehát hogy valamilyen alkalom kell ahhoz, hogy mi ezt, mi ezt az italt fogyasszuk. Jédes uh -huh. Édesapádnak három fiú gyermeke van, a Krisztián egy másik édesanyától született gyermek, tehát fiatestvéretek. Neked van egy vérszerinti testvére, a Sebastian? Így van. Vele milyen a kapcsolat? Ugye ő, ő talán ő hány éves volt, amikor édesapád elment? Tíz év van köztünk, akkor 16. Tehát akkor ő már kicsikét uh, mélyebben ismerett édesapádokat. Így van. Így van. Milyen a kapcsolatotok most? Én a szebát nagyon-nagyon szeretem. Ö... A mi kapcsolatunk az egy nagyon bensőséges kapcsolat volt. Ö... Azért beszélek múlt időben, mert ő már évek óta külföldön él. És ez a kapcsolat egy picit úgy ez, ahogy megszakadt. Nem mondom, hogy rosszban vagyunk, mert nem, nem, mert nem vagyunk rosszban, de azért az a kapcsolat, ami, ami régen volt köztünk, az már nincs meg. Nem is látok rá esélyt, hogy meg lesz. Nagyon remélem, és nagyon bízom ebben, hogy hogy lesz rá esély ezt még visszacsinálni. De, de az biztos, hogy most a jelenlegi helyzet az nagyon bánt. Nem, tehát mondom, nem vagyunk rosszban. A problémáinkkal ugyanúgy megkeressük egymást, segítünk, hogyha kell, de azért már rég nem olyan, mint volt. Milyen furcsa már, hogyha most így édesapád élne, akkor tudja, oda csapna, hogy mit hm. kezdetek ki magatokról. Ezt, ezt, ezt olyan sokszor ö, lejátszottam a saját fejemben egyébként, hogy mi lenne, hogy mi lenne. Biztos, hogy nem engedné ezt a szép Nem, nézést. nem, nem. Biztos nem, nem, nem. Az, 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 az biztos, hogy ott egy nagy törés volt mindenki életében, és egyébként ez hatása volt a családi életünkre és nyilván hogy ő elment, és nincs már az a, az, az erőskező férfi ember, aki, ö, aki, aki összehúzza. Anyu nagyon-nagyon próbálta. Anyu nagyon-nagyon akarta. Tényleg erején felül teljesített ezzel kapcsolatban. Nyilván, hogyha... Tehát mindannyian éljük az életünket. Nem sodort karrierügyileg ö, egy hullám minket az élet. És ö, mindenki más csinál. Neki máshol. Úgyhogy ö, ettől függetlenül lehetnénk amúgy összetartó és jó testvérek, szerintem ez nem kritériuma. Hát remélem, hogy rendeződni fog majd a kapcsolat. Azt, hogy te ugye édesapád emlékét táplálod, és posztolgatsz róla, az nagyon szép és nagyon jó, de te egyébként a privát életedben mennyire szoktál visszanézni videófelvételeket? Ezzel töltesz te időt, vagy pedig ezt egyszer megtetted? elzártad az emlékeidben, és akkor azzal mész tovább, hát, vagy ezek újra és újra fel, feljönnek, előjönnek. Én egy olyan ember vagyok, aki, aki hogyha szomorú, akkor, akkor, akkor nem játszol le édesap, az édesapja zenét, vagy a, vagy nem, nem néz meg róla bizonyos videókat, vagy interjúkat. Mert engem az, az még inkább elszomorít. Hm. Nem tudom, ez ilyen hatással van rám, de ez már gyerekkorom óta igaz. Lehet, hogy a trauma miatt, lehet, hogy ezt érdemes lenne ezzel foglalkozni, valószínűleg fogok is majd egyébként de jelenleg így vagyok ezzel. Úgyhogy az, hogy én egyszer megnézem, esetleg feltöltöm, az nekem bőven elég. De ettől függetlenül én mind, nekem minden nap eszembe jut apu, és így vagy úgy, de őrzöm a, az emlékét a saját maga módján. A zenésztársak mennyire voltak egyébként jelen a tragédia után? Tehát, hogy segítettek, jöttek segíteni, foglalkoztak veletek, vagy pedig ők szétszéletek szintén? Hát volt, aki kevésbé ö, segített, sőt volt, aki, aki, egy picit így rontott ezen az egészen. Ö, volt, akik, volt akik, segítettek, de ebben a szempontból nem biztos, hogy kompetens vagyok, mert, 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 mert nem tudom konkrétan, hogy kik azok az emberek mondjuk, akik édesanyám mellett álltak, vagy mellettünk álltak, akkor, amikor kellett. Akkor megint a lányok ismerkedésnél az. mennyire befolyásolja a zámbó év a lányok döntését, vagy a hajlandóságát hogy ismerkedjenek vele? Tehát, hogy azt mondják, hogy ó, a Jimmy fia ismerkedjünk, vagy éppen azt mondják, hogy hú, hát nagyon sokat hallottam a család szét húzásáról, ebben nem akarok bekerülni, mm. vagy hát magasolt rá. Hát nem leszek álszent, volt rá példa, hogy közelebb kerültem a sikerhez emiatt, de, de én nem foglalkozom ezzel. Tehát, hogy, hogy már, már réges kinőttem abból, hogy úgy próbáljak meg ö, kapcsolatot létesíteni hölgyekkel, hogy, hogy hogy, a, hogy, hogy, számon tartsák, és, és meghatározó tényező legyen a nevem. Én, 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 sokkal, én azt hiszem, hogy egyébként egy egy relatív, megnyerő típusú ember vagyok. Tehát, hogy nem igazán van szükségem erre, hogy ez, ez létrejöjjön. Hát volt nekem is olyan időszakom, hogy, hogy, hogy kutya harapás szőrével, is és akkor a szóljon, és akkor a nevem, meg, meg minden, de, 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 ezt hamar kinőttem, hál' Istennek. Úgyhogy most már sokkal érettebben gondolkodom. Egy ilyen veszteség, és egy ekkora Média cirkusz körülött de azért elég le tudja nyomni az embert a, a, a víz alá. Ilyenkor azért szokott lenni időszak az ember életében, amikor tényleg bulizik, hajtja, nem tudom, ilyen segíesz közök köznyúl, és, ja, nem, és nem, nem, bajba nem. kerülhet emiatt mentálisan, de hogy ez nálad elmarad teljesen. Figyelj el, de alapvetően én nem is olyan neveltetést kaptam, hogy ezekkel a dolgokkal éljek. Egy-kettő pedig én nem vagyok szent, nem is leszek, és nem is voltam, ezt aláírom. Nekem is volt egy bulis korszakom. De az, hogy én, én, én ezt, ezt az életvitelembe valamilyen úton, módon beilleszem, ez számomra elképzelhetetlen. Tehát, hogy én nem vagyok egy addiktív ember. Mm szenvedélyes vagyok bizonyos dolgokkal kapcsolatban, például a munkámmal, vagy a karrieremmel, vagy egy emberi kapcsolatban, de, de nem, nem vagyok addiktív. Én azt gondolom, hogy mentálisan próbálok erős lenni, és erő erősnek maradni, nekem is erősnek tűnni. Ö, én már feldolgoztam. Én, én, nekem azt kell mondjam, hogy, hogy én már feldolgoztam ezt a dolgot. Tovább tudok lépni. Nem, szerintem nem szabad ö, hagyni azt, hogy, az egész életünkre ö, rátelepedjen ez, az, ez, a, ez, a, ez a trauma, ami ért bennünket. Mert akkor nem fogunk tudni teljes életet élni. Ezt egy picit meg kell tanulni ezzel együtt élni. Fegyverekhez hogy állsz hozzá? Hát sehogy. Se... tényleg sehogy. Lőtéren voltam egyszer-kétszer, nekem se rossz, se jó kapcsolaton nincs velük. Engem, engem hidegen vagy ez a lövöldözős játékokkal szoktam játszani. nem is írtózol tőlük. Nem, nem. Nem, nem, nem. Hát szerintem ez is a feldolgozásnak egy szakasza, tudod? Ez is, hogy az ember megtanul együtt élni ezekkel a gondolatokkal, és, és, és nem, nem következtetéseket levonni adott dolgokkal kapcsolatban azért, mert mondjuk történt valami a múltban. Azt szerintem az egy hibás konklúzió, hogyha így látja az ember. Utolsó kérdésként, hogyha lehet egy kérésed az emberek felé, az egész tragédiával kapcsolatban, nyilván az utána a következő időszakra, mert akkor azt kérnéd, hogy a tragédián történjen meg, úgy sejtem. Mi lenne az? Tehát, hogy fogadják el, hogy minden úgy történt, hogy tudják, és ne konspiráljanak és ne gyártsanak tévképzeteket, ne hajszolják magukat ilyen tévképzetekbe. Vagy pedig mi lenne az, amit kérnél? Én az emberektől elsősorban azt kérném, hogy legyenek empatikusak. Kicsit próbáljanak a mi fejünkkel gondolkodni. Kicsit ö, legyenek szeretetteljesebbek, és ne legyenek előítéletesek. Az, amit látnak és hallanak, azt ne higgyék el elsősorban. Nézzenek utána a dolgoknak, hogy az biztos úgy van-e. Tartsanak bennünket tiszteletben, és ö, a döntéseinket is. És hogy ö, ha, mi áll, ha mi állítunk valamit, szerintem mi elég ö, biztos forrás vagyunk, hogy így fogalmazzam, és hogyha mi állítunk valamit, akkor azt azt higgyék el, hogy az úgy van, és ne gyártsanak összeesküvés elméleteket. Ez, ez nagyban megkönnyíteni az életünket. Adrián, köszönöm, hogy itt voltál. Kívánok sok sikert a terveidhez, a karriered építgetéséhez, hoz, és én mit kívánjak így útra valóként emellé? Hát nem tudom, egészséget. egészséget, békességet. Egészséget, békességet, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon jó éreztem magam. Én is, és egyszerűen, hogy gitározzál. <laughs> Mindenféleképpen. Köszönöm. köszönöm, szia. Köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nézd meg a korábbi videókat, szólj hozzájuk, lájkold őket, és ha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.